Dicsőjük
Az élő Krisztusnak sírját,
Föltámadunk nagy diadalát, angyalok jelenését, korunk halott illetét. Föltámad Krisztus, reménykedek, Galileába megy előttetek. Krisztus a halálból valóban feltámad, tudjuk. Győztes király, könyörülj meg rajtunk. Amen. Amen. Egyiktek elhagy.
hogy elhagyja a világot, amit megírtát róla. De jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Erre Júdás az árulja is megkérdezte, csak nem én vagyok mester. Jézus azonban így válaszolt, úgy van, amint mondod. Ígykezés közben Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Majd fogta a kenyeret, áldást mondott, oda nyújtotta nekik, és így szólt. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségi, amely sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Bizony mondom néktek, nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, még nem iszom veletek az újat atyám házába. És miután elénekelték a hálados zsoltárt, kimentek az olajfák hegyére. Ott Jézus is szólt hozzájuk. Ti mindnyájan megbotránkoztok, de te benned ez éjjel, mert megvan írva, megverem a pásztort, és szétszóródnak a nyáj juhai, de föltámadások után majd előttetek megyek Galileába. De Péter fogadkozni kezdve, ha mindnyájan megbotránkoznak is te bennem, én meg nem botránkozom soha. De Jézus csak ennyit szólt néki. Bizony mondom néked, még ez éjjel, mielőtt a kakasz szól, háromszor magadsz meg engem. De Péter tovább erősködött, ha mindnyájan megbotránkoznak is te bennel, én meg nem tagadlak téged. És ugyanígy fogadkozott a többi tanítvány. Közben Jézus a Getsemáni nevű majorba érkezett velük, és így szólt hozzájuk. Hűljetek le itt, míg tovább megyek és imádkozom. Csak Péter és Zebedeusz két fiát vitte magával. Egyszerre csak szomorkodni és gyötörni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Halálosan szomorú az én lelkem, maradjatok itten, és virrasszatok ébren. Majd kissé előbe menve, arca borult, imádkozott, és így szólt. Atyám, a lehetséges, bújik előlem ez a hely, de ne úgy legyen, amint én akarom,
mikor másodszor is elmondott, imádkozott, és így szólt. Atyám, ha nem múlhatik el ez a kehely, anélkül, hogy ki ne igyom, ne legyen meg a te akaratod. Majd visszatért és megint paratlált őket, mert elnehezült a szemű. Erre ott hagyta őket, és újra elment, és harmadszor is imádkozott. Míg beszélt, megjött az iskarióti Júdás, egy a 12 apostol közül, és vele nagy csapat kardokkal és botokkal a főpapokból és a vénektől. Az árulójelben állapodott meg velük. Akit megcsókolok, ő az, fogjátok el. Azzal mindjárt oda lépett Jézushoz, és így szól. Üdvözlő! De Jézus egyik kisillője kardjához kapott, kirántotta, rácsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Jézus azonban így szólt hozzá. Tedd vissza a hüvelyébe kardodat, mert mindazok, akik kardot ragadnak, kardáddal vesznek el. A csapathoz pedig abban az órában így szólt Jézus. Mint rabló ellen úgy vonultatok ki kardokkal és borongokkal, hogy elfogjatok engem. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit megért a prófétát. A főpapok és az egész főtanács hamis tanúságot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélték, de nem találtak, hova két hamis tanú is jelentkezett. Végre előállt két hamis tanú, és így szólt. Ezt azt mondotta, lett lomrontani az Isten templomát, és 3 nap alatt felépíteni azt. A főpap erre fölkelt, és megkérdezte, semmit sem felelsz arra, amivel ezek vádolnak téged. Jézus azonban folytatta. Esküvel kényszerítelek az élő Istenre, mondd meg, te vagy a Messiás, az Isten fia. Jézus erre így válaszolt. Én vagyok. A főpap erre megszagadta ruháját is, elkiáltott, káromkodott, mi szükségünk van még tanokra, most magatok is hallottátok a káromlást, hogyan ítéltek, azok így kiáltoztak, méltó a halálra. Erre arcon köpdösték és ököllel ütötték,
mindjárt megszólalt a kakas. Péternek ekkor eszébe jutott Jézus szava, amit hozzáintézett. Mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. Kiment és keserve sírásba fakadt. Amikor az árulói Júdás látta, hogy halálra ítélték, megbánta tették és visszavitta a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, és azt mondta, vétkeztem, elárultam az igaz vért. Ám azok ezt válaszolták, mi közünk hozzá, te lássad. Erre a templomba szórta az ezüst pénzt, aztán elment és felakasztotta magát. Pilátus kérdezte, te vagy a zsidók királya? Jézus így válaszolt, én vagyok. A főpapok és a vének válaszolására azonban semmit sem felelt. Erre Pilátus így szólt hozzá, nem hallod, mivel vádolnak téged? De ő egyetlen vágyukra sem felelt, s ez igen meglepte a helytartót. Szokásban volt, hogy az ünnep napján a helytartó szavalon bocsásson egy rabot, a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhet rabó, Barabásnak hívták. Az egybegyülteket tehát Pilátus megkérdezte, kit akartok, hogy elbocsássak nektek? Barabás vagy Jézust, kit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy irigységből hozták legélye. Miközben ott ült bírói székében, felesége ezt az üzenetet küldte néki. Semmi dolgod ne legyen azzal az igaz emberrel, ma álmomban sokat szenvedtem miatta. A főpapuk és a vének azonban rábeszélték a népet, hogy Barabást kérjék ki, Jézus pedig hagyján elveszni. Jézus elítélték. Erre az egész nép így kiáltozva, az ő vérem rajtunk és gyermekeinkkel. Pilátus látta, hogy semmire sem ver, sújt még nagyobb zajongást támad. Aztán térdet hajtván előtte, e szavakkal csúfolták. Üdvözlégy, zsidók királya! Közben legömbösték és fogva a lábat fejére vertve. Miután így csúfot üztek belőle, levették róla köppenyt és ráadták saját ruháit. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Miközben kifelé vonulva, találkoztak egy Simon nevű kreneji emberrel, ezt kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét. Vele együtt keresztre feszítettek két rablót is, az egyiket rólyogból, a másikat balból. Az arra járók káromolták őt, és fejüket csóválva mondogatták.
te lerontod az Isten templomát, és harmadnapra fölépíted azt. Hát szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ugyanígy a főpapok is az írástudókkal és a génekkel együtt gúnyolódtak, és szidalmazták őt vele együtt a megfeszített rabók is. Déltől kezdve pedig délután 3 óráig sötétség támadt az egész földön. Délután 3 óra tájban Jézus felkiáltott nagy szóval. Köszönjük szépen!